Papírra nyomtatott rókákat keresnek a gyerekek a Szedresi Lovasudvarház kiállító termében. Olyan tolnamegyei alkotásokat láthattak az érdeklődők, melyeket az elmúlt 10 évben díjazott az országos lovas rajzpályázat zsűrije. A lovas rajzpályázatnak minden évben egy központi témája volt, a lovak. Ezeket kellett megjeleníteni különböző élethelyzetben. Itt éppen lekeféli a kislány a lovat, itt a nagymama eszeget, itt sátorozik a kislány, itt éppen a lovat pucolja, itt csak áll a ló, és itt is csak áll a ló, itt meg éppen lovagol a kislány. És ezt te láttad valahol? Rajzfilmben esetleg? Nem, csak úgy rajzoltam. A jubileumi kiállítást Kovács Ferenc rajztanár nyitotta meg, aki minden esztendőben a lovas rajzpályázat zsűriének elnöke volt. Volt olyan év, amikor több mint 3000 alkotás is beérkezett, mondta Kovács Ferenc, aki beszédében Picasso híres mondatával fejezte ki a gyerekek festészeti szabadságát és az így elkészült alkotások jelentőségét. Gyerekrajzoknál természetesen figyelembe vettük mindig azt, hogy mennyire egyedi dolgok jelennek meg. És ez az egyediség jelzi azt, hogy mennyire szabadsággal alkotnak a gyerekek. Tehát nem köti meg egy jó pedagógus, nem köti meg a gyereknek ezt a szabadságérzetét. Ő olyanra rajzolja azt a lovat, ami erre belülről érzi. Nem ismeri még a mozgás meg az alak összefüggéseit, és ezáltal olyan jópofa dolgok jönnek létre. A 20. század fedezte fel, a 20. századi képzőművészek fedezték fel igazán a gyermekrajz értékeit, és Picasso volt az egyik, aki nagyon patronálta a gyermekrajz értelmezését, és ő mondta, hogy 14 éves korban már tudtam úgy rajzolni, mint az akadémista festők, de egész életemben nem tudtam meg úgy rajzolni, ahogy egy kisgyerek tud. Tehát ezzel a szabadsággal, ezzel a belső felszabadultsággal, és ebből adódnak azok a egyedi különlegességek, amelyek hihetetlenül szépé teszik ezt a gyermeki tevékenységet. Nyilván figyeltünk arra, hogy mennyire felel meg az életkori sajátosságoknak, azután mennyire különöset hozott létre a kisgyerek, hogy nem mást másolt, nem a felnőtteket utánozta, azután milyen a kifejező ereje ennek a gyermekrajznak, milyen a témaválasztásának megfelelően a kivitelezés is milyen. És különböző technikával, különböző méretbe készülhettek ezek a gyerekmunkák, és mondhatnám azt is, hogy nagy örömmel végeztük ezt a zsűrit. 14 és 16 ezer körülbelül a rajzoknak a száma. Volt olyan alkalom, amikor 3000 rajz jött be, és 3 napig kellett zsűrizni. A lovak ábrázolásáról szóló rajzpályázat tisztelgés Garai Ákos Tolna megyei festő munkássága előtt is, aki 1898-tól élt Tolnán, és akinek munkásságára a lovak, huszárok festése volt a jellemző. Garai Ákost az első világháború grafikusaként is szokták emlegetni. Ez most azért egy rendhagyó rendezvény, mondhatjuk így, mert 10 év után most nem rajzverseny került megrendezésre, hanem az elmúlt 10 év Tolna megyei
legjobb rajzai kerültek kiállításra, tehát a Tolna megyei gyerekek munkái kerülnek most bemutatásra. Ez egy kicsit azt gondolom, hogy erőgyűjtés, pihenés vezet az úton, és én azt remélem és abba bízom, hogy ez a kiállítás a folytatásnak egy újabb kiinduló pontja, és remélem, hogy még lesz itt sok közös ilyen rajzverseny és rendezvény, amit hát természetesen nagyon várunk. Pontos ez abból a szempontból is, hogy ugye lovakról kell rajzolni, tehát lovakról, lovakábrázolásáról szól a kiállítás, és hát itt Szerdes Apátiban született ugye Garai Ákos, aki a lovakat, huszárokat kiválóan ábrázolta, és ezzel komoly rangot és megbecsülést vívott ki magának. Tehát azt gondolom, hogy így visszatekintve is egy fontos dolog, és hogyha most hivatkozhatok egy régi mondásra, ami szerint, hogy becsüld meg a múltadat, hogy a jövőd még szebb legyen, én azt gondolom, hogy ez a verseny, ez a kiállítás egyben tisztelgés a múlt előtt is, tisztelgés Garai Ákos munkássága előtt is, de természetesen tisztelgés azok a tehetséges gyerekek előtt is, akik rajzaikat elkészítették, és akinek a rajzait ki van állítva. A kisgyermek soha nem rajzol fölöslegesen, fölöslegeset, csak úgy. Oka kell legyen a firkáján, a formának és a színnek is. El kiűzi magából a tevékenységgel a rosszat, azt, ami bántja, rágja legbelül. Szorongástól szabadul meg eképpen, és erősödik meg újra.